El kell mondanom, hogy hálás vagyok mindegyik kötöknek, és nagy öröm, hogy együtt gyakorolhatunk így. Miért? Akármennyire is a személyemnek szólt a felkérés, ez sohasem egy egyszemélyes darabnak volt számva. Ahhoz, hogy ezt létrehozhassuk, 23 év magyarországi tanításában nektek is oroszlán részetek van, akármikor is csatlakoztatok. Ebben az együttlétben, amely már így egy kicsikét hangsúlyosabb, nézd ezt meg, ez nem egy ember, ez nagyon sok ember. Töltsünk el 3 percet közösen. Miért létsz és barna, mert látod? Köszönöm, és a végén. És most természetes, hogy azok lépnek közénk, akik nélkül az életem nem lehetne teljes, mert kiválasztottuk egymást. És ez a választás elképesztően komoly. Beszéltünk ma elfogadásról, beszéltünk ma párkapcsolatról és családról, de amikor valóban megtörténik, az teljesen más. Úgyhogy életem, gyertek ide, légy szíves közénk. Mert ugyanígy az életem részei vagytok. Csak sokkal szorosabban, mint mindenki más. Végül, de nem utolsó soron, hogyha Szabó Péter jelen van most a teremben, nem látom a helyén, de ha itt van, akkor tisztelettel kérem, hogy fáradjon ide. Hadd köszönjük meg neked, Péter, ezt a fantasztikus szervezést és estét.
szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Én kívánom azt, hogy mindenkinek tisztuljon le úgy az egyéni, páros, család és csoportos karmája az egyévválás tapasztalása által, hogy járhassuk azt az emberi utat, amely elvezet a felébredéshez, és a szenvedéstől és szenvedetéstől való megszabaduláshoz. Köszönöm a figyelmet. És záró mantraként elmondjuk közösen a Gáté, Gáté, Paragáté, Parasszám, Gáté, Bódhiszvahá mantrát, ezzel zárva a mai estét közösen, de csak háromszor. Ez azt jelenti, hogy menj, menj, juss át a túlsó partra, Vájbuddhává. Gáté, gáté, para, gáté, parasam, gáté, bodhisvaha. Gáté, gáté, para, gáté, parasam, gáté, bodhisvaha. Gáté, gáté, para, gáté, parasam, gáté, bodhisvaha. Köszönjük szépen, köszönjük nektek!